A drágulást az önök propaganda gépezete teljes hangerejével a szankciókra fogja, ami persze tudjuk, hogy hazugság. A szankciók az unió többi tagországát ugyanúgy érintik, az infláció mégis nálunk a legmagasabb az EU-ban, az eurozónájának egyenesen a négyszerese. Ez egyértelműen a kormány gazdaságpolitikájának az eredménye. Az élelmiszerárak emelkedése a 43%-ot is meghaladta, sőt az alapvető élelmiszerek, a kenyér, a vaj, a tojás, a tejtermékek vagy a száraz tészta ára 3/4-ével nőtt. Azt is tudjuk, hogy minél szegényebb egy család jövedelmének, annál nagyobb részét kell élelmiszerre költenie, ezért az átlagot annál inkább meghaladó infláció sújtja. És hogy kiszámít ma szegénynek? Mindazon bérből és fizetésből élők nagy többsége, akik még folyamatos munkavégzés mellett sem tudják a családjaikat eltartani, nem kivétel ez alól a kis nyugdíjas, a közmunkás és a fogyatékkal élők sem. Önök a magyar cigányság kezét is elengedték. Egy 23-as felmérés szerint a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés aránya az esetükben 60,1%. Na persze, tudjuk, hogy nem mindegyiküknél, hiszen a Hida munka világába projekt költségeivel elszámolni nem tudó Farkas Flóriánnak, vagy Sztojka Attilának, aki a roma felzárkóztatási mentorprogramot felügyelte, amellyel kapcsolatban feljelentés is született, alig ha okoz gondot a 92 forintos tojás, vagy a 4300 forintos trapista sajt megvásárlása. De a helyzet az, hogy Magyarországon még él több százezer család, akiknek Orbán Viktor miatt megy egyre rosszabbul, és Dobrev-Kára árnyék kormánya az egyedüli reményük az emberhez méltó életre. Addig is azonban, mit kívánnak tenni a szegények megélhetésének segítéséért, azon kívül, hogy a szupermarketeket árleszállítási akciókra kötelezik, amit azok enélkül is hétről hétre megtesznek.